Mindenféle csoportos, multi, amiről a vízöntő az a szabadság, egyenlőség, testvériség címszavak mentén nagyon jól leírható, ezért alapvetően csoportokban, közösségekben, szervezetekben jól tud gondolkodni. És ha megnézzük, hogy milyen ilyen jelzések vannak, tehát az is, hogy a vízöntőhöz kapcsoljuk a magas feszültséget, mindenfajta olyan áramforrást, vagy magát az energiát egyébként. Tehát ez a nagyobb frekvencián rezegni, a váratlan, hirtelen, spontán dolgok ide kapcsolódnak. De a vízöntő az, aki magát, mint egy kakukktojás, másképp érzékeli, azt mondja, hogy van bennem valami másság a többihez képest. Én azt gondolom, hogy akik most itt ültök, mindannyian ezt az élményanyagot magatoknak tudhatjátok, mert hogy van egy ilyen jelenség, kulturális kreatívok beszélnek erről, érdemes, aki nyitott erre tájékozódni. Ez a lényege, hogy azt érezzük, hogy valahogy kilógunk a sorból a többiekhez képest, másképp gondolkodunk. Jó lenne minél több ilyen másképp gondolkodó, de hogy ez a fajta elidegenedés így is meg tud jelenni. Tehát a csoportok és a közösségek témaköre, ez a multinacionális vállalatok, a holdingok, a nagy ugye bekebelezés, nagyobb szervezetekben való gondolkodás, team, szervezetfejlesztés. Aztán, ahogy mondtam, a betegségek dinamikája is változik, észrevehető, ami akár 500 évvel ezelőtt az embereknél tipikus betegség volt, ma olyanok nem nagyon vannak, ugye járványos egyéb betegség, azt mondják, hogy leküzdöttük. Helyette vannak lelki nyavaják, vannak pszichoszomatikus betegségek, meg vannak olyanok is most már, amire azt mondjuk ez az autoimmun betegség. Nem is tudjuk, hogy mi történik igazából, hogy valami rejtélyes okból kifolyólag a szervezet önmagam ellen fordul, gyakorlatilag ez történik itt meg. Ugye van egy nagy globális hálónk, ez az informatikai háló, aminek van egy olyan pozitívuma is egyébként, hogy van információnk, tehát már nem háríthatunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy én itt élek, mi közöm nekem ahhoz, hogy mi történik az Amazonas mentén, mert úgyse tudom. Dehogy nem, minden információ elérhető, látható. Ha én tényszerűen szeretném látni, hogy mi történik a világban, megvan rá a lehetőségem. Olyan témák vannak fókuszban, a jövőkutatás, a tudatkutatás. Azt hiszem, hogy Eggeli Györgytől hallottam előadást, és azt mondta, hogy ez a mostani évezred, ez a tudatnak az évezrede lesz. Tehát, hogy nagyon ez foglalkoztatja most az embert, hogy az emberi tudatnak, annak a mélységeinek a megismerése. Ugye látjuk ezt is, hogy a pszichológia, a spiritualitás kapcsolódik egyre jobban, és ez egyre fontosabb, hogy ez az integráció megtörténjen, úgyhogy Robi majd mindjárt itt fogja valószínűleg felvenni a fonalat, és beavat bennünket, hogy ő ezt hogy látja. Azt is látjuk, hogy vannak olyan gyerekek, és leginkább aki pedagógus ezzel találkozik, hogy más képességűek. Nem lehet velük ugyanúgy bánni, ugyanúgy tanítani őket, mint a korábbi generációt, és most ők már bízva bennük egy kicsit hordoznak olyan jellegű gondolkodásmódot, amire a korábbi generációk nem képesek. És amit látunk, hogy változik a férfinő kapcsolat is, pontosan, nagyon felgyorsult az az idő, hogy kapcsolati, tehát a nemi különbségek összemosódnak. Néha nem tudom, hogy egy fiú vagy egy lány ment el mellettem az utcán, csak kinézetre, hanem ugyanez ugye a szexualitás szintjén is erőteljes változást mutat az emberiség tekintetében. Ugye az energia szükséglet, ez is vízöntőhöz kapcsolható analógia, és szükséges, azt látjuk, az újítás és a reform mindenféleképpen. Pár percem van most már, azt látom, úgyhogy igyekszem összesűríteni, ami ebbe benne van. Ugye ezzel kezdtem, hogy egy emberalakról van szó, és az ember, amiben több a velünk együtt élő lényekhez képest, hogy van egy mentális részünk, ami a gondolkodás, az intellektus témaköre. Ehhez kapcsoljuk ugye a levegős minőséget, beszéltem róla, hogy a vízöntő elsődlegesen levegős. Ezért ez a kapcsolatokról szól, a tudatnak egy magasabb szintű működésmódjáról, és megjelennek már az egyre jobban azok a technikák, ahol a jobb és a bal agyfélteke összekapcsolódik, és végül is az a hatékony emberi működés. Bennem még mindig mozgat, sokszor tovább gondolom, hogy mi az oka, hogy a 10%-át használjuk az agyunknak. Tehát, hogy akkor, ha azt látjuk egyébként, hogy a testünkben minden egyes szervnek megvan a maga szerepe, akkor vajon mire szolgál az agyunknak az a kapacitása, amiről úgy tudjuk, hogy effektíve annyira nem is használjuk. Tehát valami van ott a háttérben, nyilván nem, valószínű nem most fogom megkapni erre a választ. Na most a vízöntőnek is megvannak ugye a harmonikus motívumai,
illetve a diszharmonikus kapcsolódásai. A diszharmonikus kapcsolódásokban az van benne, amikor az egyén azt érzik, hogy én annyira más vagyok, és ezt a másságot, mint egyfajta különbséget, különlegességet kihangsúlyozom, és az én másságom engem annyira egyedivé tesz, hogy több ilyen nincs a világban. És az ilyen emberek tényleg ilyen kirekesztve élnek, elmagányosodnak, vagy ilyen exhibicionista módon élik az életüket, de általában előbb-utóbb érzékelik a belül tátongó óriási űrt és egyedüllétet. A pozitív vetülete egy magasabb szintű megnyilvánulása a vízöntőnek, ahol az azonosságokat keressük. Az, hogy lehet, hogy másképp nézünk ki, más a bőrszínünk, más templomba járunk, de ettől még egy magasabb szinten lehet, hogy mindannyian egy nagyobb fejlődés tudunk szolgálni. Tehát, hogy azt megkeresni, és ez egy nagyon kulcs téma ebben a vízöntő időszakban, hogy mi miben vagyunk gyakorlatilag azonosak. Egy átfogó tudatosság, ahogy mondtam, a tudat évezrede. A vízöntő az mindig az, aki a határokon áll, aki elkezd összekapcsolni, ő a reformer, a forradalmár, az újító, a zseni, a vízöntő, aki elkezd összekapcsolni olyan dolgokat, amiben korábban mások nem gondolkodtak. És ezt jelenti, hogy határokon áll, és így egy integráló összekapcsoló elvet tud képviselni, és ez a kulcsa a vízöntő időszaknak, hogy az emberiség egy magasabb tudatra tudjon ébredni. Ezt úgy fejezi ki Ken Wilber a transzpersonális pszichológiában, hogy jó, ha az egyén eljut arra a szintre, amit egy etnocentrikus vagy világcentrikus gondolkodásmód jellemez. Ez nem egy tudatos vagy racionálisan vihető folyamat, mert ehhez nagyon komoly belső önismereti munka szükséges, hogy erre a szintre valaki meg tudjon érkezni, és csak azok az emberek képesek valóban globálisan, közösségben gondolkodni, akik el tudnak jutni erre a szintre, mert ez a szint hordozza már azt, hogy az egyén nem a saját egoisztikus és önös igényeit akarja elsődlegesen az életben kielégíteni, hanem képes az egyéni ego funkciókon felülemelkedve, azt alárendelve egy nagyobb közösség előre menetelét és fejlődését szolgálni. Aztán, amit én így fogalmaztam, ezt kicsit Morénótól, a pszichodráma atyától vettem ezt a fogalmat, aki azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy az emberiség életében van egy olyan fejlődési folyamat, hogy valamikor azt mondhattuk, hogy az Isten az ő volt, nagyon messze volt és távol volt, aztán a fejlődés során az Isten közelebb jött, te Isten kép lett belőle, a te az azt jelenti, hogy közelebbi viszonyban van, látom valamilyen módon, érzékelem, megszólítom, kommunikálok vele, kapcsolatot teremthetek vele. Még ő Isten volt, addig közvetítő kellett hozzá, és most eljött az ideje az én Istennek, ami nem jelent mást, mint a belső világunkba felismerni azt a teremtett ős valót, ős magot, kicsit ez az ős való kifejezés, ez is Jungtól származik, ami talán az Isten képmása bennünk, ha a keresztény megközelítésben gondolkodunk. Hogy felismerjük mindannyian, hogy valóban olyan potenciált hordozunk, hogy az Isten teremtő társai vagyunk, és ez egy nagyon kulcs pozíciójú fogalom ebben a vízöntő korszakban, mert úgy tűnik, hogy az ember nélkül és az ember tudatossága, egy magasabb tudatossága nélkül nem fog tudni tovább fejlődni a globálisan az emberiség. Tehát szükség van arra, hogy minél több ember magasabb tudatossági szintre ébredjen önmagában, egyéni út, egyéni különböző utak vannak, a vízöntő nagyon-nagyon sokszínű. És ez a sok útból származó belső változás adódik össze egy globális nagyobb tudatossággá és változásá. És hogy az emberiség kulcsa most már konkrétan, mondhatjuk a vízöntő korban, az embernek a kezében van. Ezt úgy is fejezik ki Bistei Zsuzsa, hogy kollektív beavatás küszöbén állunk. Az ember tudatos hozzáállása nélkül ez az egész már nem tud tovább menni. Így hangsúly az egyéni fejlődésen és az önismereten van, mert csak akkor vagyunk képesek azt látni, hogy én ki vagyok, mire vagyok hivatott, ha tudom, hogy milyen képességekkel rendelkezem, mert a képességem meghatározza az én utamat, az én dolgomat az életemben, és ezt fel kell ismernem ahhoz, hogy tudjam, hogy mi az én dolgom. Mivel tudom szolgálni a nagy egészet. És ezen keresztül tudom felismerni azt, hogy én kitükröződöm a világba, és ha én jobbá válok, fejlődök, akkor körülöttem a világ is fejlődni fog, és nem fordítva történik, hogy majd, ha mások fejlődnek, és mások másképp döntenek, akkor majd nekem jobb lesz, és majd akkor én is csinálok valamit.
Ehhez egyfajta tudatos életvezetés tud segíteni, mondhatjuk azt is, hogy a sorsképlet ismerete, ami azért nem azonos az asztrológiai tanulmányokkal, bár az asztrológia nagyon sokat tud ehhez hozzátenni. A vízöntőhöz társítjuk magát az asztrológiát is, sok más ősi, szimbolikus rendszerrel együtt, amelyeknek újra, mint hasznos eszközöknek eljött az ideje a vízöntő korszakban. Ugye a különbségek elfogadása, valamifajta egységben gondolkodás. Ide raktam, ez lehet, hogy egy kicsit borzongatja az idegeket, a kommunizmus, de hát az egy előképe volt valaminek, nyilván mondjuk, hogy egy utopisztikus előkép, de valahol mégis ezt a fajta egységben, globális működésben gondolkodást tükrözte. És a sokszínű egyéni utak összefognak érni bennünk úgy, hogy eljutunk oda, hogy nem elsődlegesen az a lényeg, hogy úgymond vallásosak vagyunk-e, hanem hogy ezen a belső fejlődési úton egy magasabb transzpersonális dimenziókba meg tudunk-e érkezni, és erre mondja Ken Wilber, hogy spirituális, de nem vallásos szemléletmód. Én ezeket tudtam elsődlegesen ehhez a vízöntő energiához hozzátársítani, azzal együtt, hogy fontos, hogy lássuk, hogy mi van a másik oldalon. Ugye a kiegészítő pólusa az oroszlán. Ha megnézitek, itt vannak az uralkodók, és itt a vízöntő korszak küszöbén, a vízöntő jegyváltás határán feleskedtek egy világpozícióra tegnapi nap folyamán, egy nagyon olyan alakot, akit a képet nem raktam ide be. A vízöntőt úgy ábrázolja ez a szimbolikus rendszer, mint egy udvari bolond. Úgy néz ki a bolond lapja. Magáért beszél, úgy gondolom ez is. Tovább lehet gondolni. Nagyon ott van a kiegészítő pólusban. Az oroszlán minőség ez a hatni, alkotni, gyarapítani, de benne van az irányítás, a hatalom, az én központúság, az egyéniség túlhangsúlyozása. Tehát ez mind-mind az oroszlánnak, amiről így beszélünk, hogy egy narcisztikus működésmód, egy önközpontú narcisztikus működésmód, ez egy diszharmonikus minőség. És nyilván ez lenne a cél, hogy ezt a fajta érett, egészséges öntudatot, mert az oroszlán egyébként önmagában ezt hordozza, ezt tanuljuk meg magunkban fejleszteni, megfelelő felelősséggel élni. Amire egy kicsit összefoglalva felhívnám a figyelmet, hogy a korszakváltásokban nagyon látjuk, hogy más mindig az aktuális kollektív életlecke, az Adam Kadmon, ugye, ahogy fejlődik, újabb feladatokkal találkozunk. Ezért változik az emberi kultúra, így az életet vezérlő elsődleges értékek és elvek mindig változnak. Látszik nagyon visszanézve, hogy a férfi-női kapcsolat dinamika. Ugye a matriarchátusban ott volt egy nőelvű, női dominancia. A patriarchális rendszerekben egy férficentrikus uralom és irányítás. És ugye most miről beszélünk itt a nyugati kultúrában, hogy mennyire a férfiak szerepe meginog, a gyengébbek a férfiak, ugye közel nem ilyen harcos hősként látjuk őket. De megváltozott a férfi-női dinamika egyértelműen. A nőknek az előretörése itt a vízöntő kor hajnalán abszolút észrevehető. Tehát mindig változik a korszakváltások határán a férfi-nő kapcsolat dinamikája, ami nyilván az Adam Kadmon lelkében zajló feminin, illetve maszkulin elv változása, bennünk lévő ugye férfi-női elv változásának egyfajta fizikai lenyomatát képviseli. Ami nagyon domináns, hogy a bennünk lévő, az emberiségben lévő istenkép változik. A régi istenek számüzetésbe kerülnek, meghalnak, tronfosztottá válnak, és helyettük új irányzatok ütik fel a fejüket. Érdemes ezt elgondolkodni, hogy mi is történik. Most azt mondjuk, hogy a keresztény Európát fenyegeti az a hullám, ami most érkezik. Benne vagyunk egy korszakváltás közepén, az a fajta keresztény kultúra, ami az elmúlt időszakot fémjelezte, ez le fog tűnni, el fog tűnni. Azért, nem azért, mert ez nem jó, vagy biztos, hogy vannak emberek, akik ebben nagyon komoly értékeket látnak, és fontos számukra, hanem egyszerűen azért, mert a fejlődéshez ez is hozzá tartozik. Ugye semmit nem lehet stabilizálni hosszú távon. És hát ehhez kapcsolódik az, amiről beszéltem, hogy az istenkép, ha most végigkövetjük, hogy a természetbe kézzel nem fogható olyan magasságokban van, ami nagyon félelmetes, utána félelmetes alakokban, különböző szimbólumokban öltött testet az istenkép, majd félelmetes haragvó emberi motívumokban, aztán egyre emberibbé vált az Isten, még végül ugye megszületett
az Atya Isten fia Jézus, aki itt volt közöttünk, és most itt van az ideje annak, hogy ezt a minőséget az ember, a mai korszakban élő ember önmagában is felismerje. És zárásként egy Jungtól, ha már hozzá többet kapcsolódtam a beszélgetésünkben, ami most így nagyon egyoldalú, bocsánat, rájöttem, hogy ez nem is beszélgetés, tehát, hogy az előadásban már... De lehet gondolati szinten azért érzékelhető, hogy ti is benne vagytok ebben a folyamatban, tehát egy Jung idézettel szeretném befejezni, ő nagyon sokat foglalkozott a kultúrák szimbólumaival, ilyen értelemben mindenképp egy bölcs előttünk járó volt, aki azt mondta, hogy ha, amint valószínűnek látszik, a halak ajonját a testvérharc archetipikus motívuma uralja, akkor a következő platóni hónap, vagyis a vízöntőé az ellentétek egyesítésének problémáját hozza majd felszínre. Hát ennek a küszöbén állunk, és úgy tűnik, hogy az a fajta asztrológiai jelzés, amit mi látunk, a kozmikus órának a mutatója nagyon ebbe az idő minőségben mutat jelen pillanatban, és hogy mindannyian, akik akár most itt vagyunk, vagy akik nincsenek is itt, de ugyanez a feladatkör van számunkra kijelölve, hogy változzunk, érettebb, és az egyéni fejlődési úton van, az egyéni, különböző, sajátos utakon, a rám jellemző saját utamnak a megtalálása és az azon való előrelépés, fejlődés és változás tudja előre mozdítani ezt a nagy globális egészet, aminek mi is szükség szerint részesei vagyunk, hiszen itt vagyunk az emberi élet színpadán. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.